rossz napja, nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autó család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez továbbra is a Millás reggeli 9 óra 10 perckor Gede Balázssal. És Kántor Endrével. 06302010909 itt lehet nekünk üzenni többek között balesetekről is. Az M0-ás északi szakaszán a 11-es főúti csomópont előtt van egy baleset, és hát egy zsúfolt nagyon ez az északi szakasz, erre tessék figyelni. Illetve korábban elmondtuk, hogy a Hűvösvölgyi út Bogdán utca sarkán van egy úttest beszakadás, és ott emiatt az egész Hűvösvölgyi út torlódik, nehéz arra közlekedni. Ezeket kaptuk tőletek. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarékbank. Na kérem szépen, hát egy izgalmas beszélgetés sorozatot indított a Körforgásban fenntartató fejlődésre foglalkozó podcast a mezőgazdasággal kapcsolatban. A két műsorvezetője Tomaj Zsófi és Buró Évi 10 részen keresztül járják körbe a különböző témákat a fenntartató mezőgazdaságról, és hát ennek adunk mi is helyet, ezekből a témákból adunk mi ízelőtőket, úgyhogy az ott megjelenő szakértőkkel mi is váltunk pár szót. Most egy témánk az a klímaváltozás lesz, és az, hogy a mezőgazdaságot hogyan érinti. Hát azt hiszem, hogy ebben az idei évben kaptunk vastagon ízelítőt itt Magyarországon is, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, hogy mit tudunk tenni. Ez ellen hogyan lehet fellépni, védekezni, átalakítani, átstruktúrálni, más termeszteni. Én nem is tudom, Dedek Dalmával, a WWF környezetpolitikai szakértőjével fogjuk ezeket megvitatni. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az látszik, hogy nem tudunk ebből kimaradni. Méghozzá elég keményen kaptunk a szájból mi is. Ugye ez mondjuk Európa szerte jellemző volt. Láttuk a jelentéseket a nagyfolyók visszhozamának csökkenéséről, meg eltűnő tavakról, meg az égvilágon mindenről. És ebből sajnos nagyon komolyan kivettük a részünket mi is. Hát igen, ha az Európai Bizottság jelentésének hinni lehet, már pedig miért ne lehetne, akkor az elmúlt 500 év, tehát az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb aszályán vagyunk túl, és ez előrevetíti azokat a tendenciákat, amiket a globális klímaváltozással kapcsolatban a tudósok már jeleztek, bár azt nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkeznek ezek a dolgok. Ugye úgy kapcsolódik az aszály és a klímaváltozás, illetve a légkör melegedése egymáshoz, hogy a melegedő légkör sokkal több vizet képes tárolni, és emiatt felgyorsul a hidrológiai ciklus, sokkal hosszabb, szárazabb időszakok vannak, lezúdul hirtelen a csapadék, ritkák lesznek azok a csendes áztató esők, amiket egyébként most az idei ősszel már néhány helyen tapasztalhattunk, de hát ez korán sem csillapította azt a szárazságot, ami az elmúlt években gyakorlatilag, mint hiányok összeadódtak. Tehát gyakorlatilag ugye itt két negatív hatás van, hogy időben elnyúlik az, amik telítődik nedvességgel a levegő, ugye ahogy említetted, a magasabb hőfok miatt, tehát ez maga az asszály jelenség, és utána meg az a rengeteg nedvesség egyszerre zuhan le, ez pedig ezek az özönvízszerű esőzések. Igen, hát tulajdonképpen ez a hidrológiai ciklus felgyorsulásának a legnagyobb problémája. Nem szabad összekeverni természetesen az időjárást a klímával, tehát ugye az időjárás az mindig egy aktuális jelenség, a klíma az pedig az időjárási tendenciáknak a kirajzolódása, de hogyha azt nézzük, hogy például a Tisza vízgyűjtőn az elmúlt 10 évben 30%-kal csökkentek a mezőgazdasági terméshozamok, már pedig a mezőgazdaság a klímaváltozásnak leginkább kitett ágazat, így azért lehet azt gondolni okkal, hogy itt azért ezek a tendenciák, ezek kezdenek elég alaposan kirajzolódni, és azt mutatják, hogy valóban itt komoly problémánk lesz majd a csapadék eloszlással.
mert ugye nem a csapadék hiány elsősorban a nagy probléma, hanem az, hogy egyre hektikusabbá válik az elmondottak miatt az, hogy hogyan oszlik meg térben és időben a csapadék. Vannak olyan területei az országnak, ahol hónapokon keresztül nem esett, és nagyon szomorú, hogy ez pont az egyik legszárazabb olyan vidékünk, a Dunatisza közi homokhátság, ahol szinte sivatagi körülmények kezdtek megjelenni már, illetve hát már a FAU félsivataggá nyilvánította egy ideje ezt a területet, ezzel mondjuk lehet vitatkozni, de az biztos, hogy súlyos problémák vannak. Hogyha megnézzük ezt az régiót említetted, vagy ezt a vidéket, de hogy melyek a legveszélyeztetettebb régiók Magyarországon? Mindenképpen a homokhátságok ugye úgynevezett edapikus hatásoknak vannak kitéve ezek. Ez azt jelenti, hogy olyan alapkőzet és olyan talajképződés jellemző ezekre a területekre, amik rossz vízgazdálkodásúak. Ugye egy homokos alapkőzeten ezt mindenki tapasztalta már, hogy a víz nagyon gyorsan beszivárog, nagyon gyorsan átszalad a homokon, és hogyha a talajban nincsen humusz, akkor nem tudja mi megkötni a vizet. Márpedig a növények ugye azt a vizet tudják felvenni, ami a talajban van tárolva. Ezért nagyon fontos az, hogy ne víztározókban legyen a víz a mezőgazdaság számára, hanem a talaj legyen vízzel átitatva. Ehhez két dolog kell. Az egyik az, hogy legyen lehetőség a csapadék beszivárgására, amire ugye a hirtelen lezúduló esőzések nem igazán teszik alkalmassá a mezőgazdasági területeket, mert ugye gyorsan lefolyik a felszínen a víz, nem tud beszivárogni, nincsen rá ideje, és ezt tetézi még az, hogy szántásos művelésmód van, hogyha megnyitjuk a talaj felső részét, akkor a talaj felszínt, akkor vagy megforgatjuk, akkor kiszárítjuk ezzel a talajt. A másik, amire szükség van, az pedig ugye az, hogy a szerves anyag tartalom megfelelő magasságú legyen, mert hogyha nem jó a szerves anyag tartalma a talajoknak, akkor nem tudja azt a vizet megkötni, nincs mihez kötődni a víznek, nincsenek olyan terek, ahol meg tud maradni a víz. Hú, hát ez így eléggé rosszul hangzik, és azt következtettem a szavaidból, hogy pont ez a szerves anyagtartalom kevés, a mezőgazdaságnak hát ez a nagy volumenű mezőgazdaság, ez pont ezt a módszert alkalmazza, amivel még jobban kiszáradnak ezek a talajok, tehát azokon a részeken, ahol egyébként valamennyire van csapadék, ott is veszélyeztetve van maga a talajtakaró. A talajműveléssel rengeteget lehet segíteni a vízmegtartáson, tehát egyre inkább terjednek a forgatás nélküli művelésmódok, a talajtakarás, rengeteg olyan módszer van, aminek a terjedésével lehetne rengeteget mérsékelni az aszálykárokon. Ugyanakkor az nem mérsékli az aszálykárokat, hogyha folyamatosan a felszín alul vesszük ki a vizet, illetve folyamatosan a felszínen megjelenő vizet lecsapoljuk, mert akkor még inkább hozzáteszünk ezekhez a hiányokhoz. És ugye említettem a Tisza vízgyűjtőt, ugye a Tiszáról tudjuk, hogy az a folyó, amit a folyószabályozások leginkább érintettek Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében, és a tiszai táj az, amit a leginkább átalakított az ember. És ahogyan belenyúltunk ennek a tájnak a működésébe, úgy szárítottuk ki ezt a vidéket. Ez is volt egyébként a célja a tiszai folyószabályozásoknak és a lecsapolásoknak, hogy kiszárítsuk és szántóterületeket nyerjünk, csak úgy tűnik, hogy a jelenlegi klímaváltozási tendenciák ezeket a száradási folyamatokat rendkívül meggyorsítják, és egyre súlyosabb aszályok keletkeznek az egykori tiszai mélyjártereken. Ha megnézzük az aszálytérképeket, akkor mindig a tiszai mélyjárterekről, amik egyébként normál esetben rendszeres elöntéssel lennének érintve, ezeken keletkezik elsősorban az aszály. Tehát ugye nem arra gondoltak, vagy nem arra számítottak a szabályozásnál, persze, hogy ilyen szintű klímaváltozás és annak a hatása ez a kiszáradás lenne Magyarországon, ami hát vízzel bőven ellátott területnek számított.
Igen, és ez mutatja azt is, hogy jelenleg, hogyha belenyúlunk az asszálymérséklési célból is, akár a vizeinknek a rendezésébe, mennyire fontos lenne előbb megérteni a táj működését, megérteni a felszín és felszín alatti áramlási rendszereknek a kapcsolatát, és azt, hogy hogyan függ össze a különböző tavaknak, folyóknak, felszín alatti víztesteknek a rendszere, mert hogyha csak felszíni tározókban gondolkodunk, vagy csak öntözésben gondolkodunk, akkor azzal nem oldjuk meg táji szinten a problémát. Mit lehet tenni a mezőgazdaságban dolgozóknak, a farmereknek? Hogyan lehet segíteni? És milyen források állnak rendelkezésre? Vagy... Igen, mert gondolom itt azért átalakításokra is szükség van, nem tudom, csatornahálózatoktól kezdve bármi. Tehát itt a víznek a megfogása szerintem az egy ilyen elsődleges feladat lehet. A szántóföldi gazdálkodásban óriási lehetőségek vannak. Hát egyrészt ugye a talaj szerves anyagtartalmának a növelése az kulcsfontosságú. A talajtakarás, a szántás mód, tehát a talajmunkáknak a kivitelezése is nagyon fontos, hogy folyamatosan tekintettel legyünk arra, hogy a vizet a talajban megfogjuk. Ez mind-mind rendkívüli fontosságú, de arra is figyelni kell, hogy olyan fajtákat, olyan növényeket termesszünk, amik képesek eltűrni a szárazabb időszakokat. Ez lehet, hogy a termés mennyiségnek a rovására fog menni, viszont hát legalábbis rövid távon, viszont cserébe egy termésbiztonságot kapunk. Hát nagyon érdekes, aztán... az biztos. Bocsát, mondjad? Csak a támogatásokra szeretnék rátérni, hogy a mostani közös agrárpolitika támogatásrendszere és az országgyűlés előtt lévő földügyi törvények módosításáról szóló egyik törvényjavaslat, az nagyban hozzásegíti a gazdákat ahhoz, hogy legyen lehetőségük a termőföldön vizet tárolni. Hogyha elfogadják most a termőföldvédelmi törvény módosítását, akkor például már nem lesz kötelező az, hogy a gazdálkodó levezesse a vizet a földjéről. Eddig konkrétan büntették azt, hogyha valakinek rendszeresen megállt a víz a területén. Most már ez nem lesz szankcionálva, és lesznek olyan agrártámogatások, amik ugyanúgy területalapú támogatást adnak a víz megtartásra, és a vizes élőhelyeknek a fenntartására, tehát nem csak a faltól falig szántásra fognak most így egy kicsit leegyszerűsítve támogatást, területalapú támogatást kapni a gazdálkodók, hanem arra is, hogyha egyes területeket például a víz megjelenése, rendszeres megjelenése miatt, amiket hát a köznyelvben azt mondjuk, hogy rendszeresen belvíz járt a területek, vagy belvízes területek, hogyha ezeket meghagyják, és ott mondjuk hagyják, hogy egy időszakos vagy állandó vizes élőhely kialakuljon. Mikor lesz ez a törvény elfogadva, a várhatóan? Hát ez valószínűleg a mostani őszi törvényalkotási ciklusban már, tehát hogy most már ott van az országgyűlés előtt, úgyhogy a törvényalkotás tempóját nézve ez bármikor el lehet fogadni. Talán még nincs részletes vita szakaszban, de ezen nem múlik semmit, tehát heteken belül gyakorlatilag. Hát nagyon jó, legalábbis ez jónak tűnik, hogyha így lesz. Neked nagyon szépen köszönjük, Dalma, ezt a sok információt, és hát beszélünk még, mert hogy környezetvédelmi rovatunkban azért sűrűn szoktál szerepelni. Köszönjük szépen! Köszi, szép Köszönöm napot! Szépen a szép napot! Dedák Dalmával, a WWF környezetpolitikai szakértőjével váltottunk pár szót, és hogyha valakit bővebben érdekelnek ezek a témák, akkor hallgassátok nyugodtan az ezzel foglalkozó epizódot. A Körforgásban podcastot kell keresni, a szokásos streaming felületeken megtaláljátok, Apple, Spotify, Google, mindenhol ott vannak. Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. A rovat támogatója a Takarékbank. Következzen...